5. alkalommal rendezték meg a Junior Kupa nemzetközi kézilabdatornát, amelyen 30, közte 13 határon túli együttes lépett pályára. A tornánk nagyon jól sikeredett, meg kell, hogy mondjam, hogy ez volt szerintem az 5 torna közül a legjobb. Egyrészt a csapatok nagy létszáma miatt, másrészt pedig a szervezésben szerzett tapasztalataink már lehetővé tették, hogy zökkenőmentesen tudjuk megszervezni a tornát. Ugye 30 csapat volt, 13 külföldi együttessel. Milyen mérkőzéseket láthattak az érdeklődők és a szakemberek? Évről évre egyre izgalmasabbak a mérkőzések. A Kecskemét újra nagyon jó formában érkezett, úgyhogy ők címvédőként meg is nyerték minden két korosztályban egyébként a tornát. Láthatjuk egyébként, hogy a Kassa folyamatosan évről évre komoly szakmai fejlődést mutat, úgyhogy idén már mind a két korcsoportban döntőt játszottak. Nagyon jó volt a DVSZ csapata, láthatni egyébként, hogy egy szomszédos megyében nagyon komoly szakmai munka folyik a háttérben. Hogyan szerepeltek a megyebeli csapatok? Jól szerepeltek, bár azt mondhatom, hogy azért a DVSZ, a Kecskemét, a Hajdunánás és a Kassa csapata azért előrébb végzett, ott a középmezőnyben találhatjuk a megyei csapatokat. Nyílt a lehetőség az edzők szakemberek között eszmecserére? Igen, kaptunk nagyon jó visszajelzéseket már a mérkőzések folyamán. A DVSZ jelezte, hogy egyébként edző tábort fognak rendezni itt Kisvárdán, tehát megragadják azért a lehetőséget az edzők, a szakemberek, hogy egy ilyen torna alkalmával bővítsék egyébként az ismereteiket, és minél több lehetőséget tudjanak biztosítani a játékosaiknak. Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából, magyarok a településekről érkeztek csapatok. Mennek-e majd esetleg ezekre a településekre, akár megyebi, vagy akár más megyékbeli csapatok? Hát ilyen terveket nem hallottunk, megmondom őszintén, hogy ők nagyban jó lehetőség nekik, hogy ezen a tornán részt vehetnek. Minden évben jelzik, hogy a következő tornát már várják, és elsősorban ennek a tornának azért a fair play gondolatának a népszerűsítése a célja. A fair play az egyik legfontosabb és legnemesebb tényező egyébként a sportágunknak, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy itt meg tudjuk valósítani ez a tornán, és ennek az üzenetét határon túlra is el tudjuk vinni. Létszámot, időt tekintve mekkora előkészületeket, mekkora logisztikát igényelt ennek a tornának a lebonyolítása? Hát ezt jó pár hónappal előtt elkezdjük szervezni, ez már múlt év szeptemberében elkezdjük összekészíteni egyébként a háttéranyagot. 2,5 hónap az, amit intenzíven kell előtte dolgoznunk, és utána az utolsó egy hónap pedig teljes energiát követel tőlünk. Ez a csapat létszáma maximum, vagy pedig még esetleg növelhető érdeklődés esetén? Szeretnénk növelni, 32 egyébként a maximum létszám a mostani versenykirány szerint, ahhoz már egyéb korosztályokat kellene megszólítanunk. Azért szólítjuk meg ezeket a korosztályokat, mert a fiatalabb korosztályokban nagyon jó egyébként a Magyar Kézilabda Szövetségnek a hálója, és nagyon jól tudják őket versenyeztetni. Az ez a korosztály, aminek több versenyeztetésre vagy kapcsolatteremtésre van szüksége, és ez egy ilyen hiánypótló az ő esetükben. Egyébként mennyire népszerű jelenleg a gyerekek körében a kézilabda megyei szinten, hiszen minden sportág mindennek tesz azért, hogy minél több gyereket maga mellé állítson. Ebben a tekintetben nagyon jó helyen szerepel egyébként Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Budapest és Pest megye után a legtöbb igazolt játékos megyénkben van. Egy év még hátra van a 6. Junior Kupáig, mi a megyei szövetség következő nagy rendezvénye? Hát szeretnénk becsatlakozni a kerekesszékes és a csörgőlabda versenyrendszerében. Bemutató mérkőzéseket, kupa mérkőzéseket szeretnénk rendezni, szeretnénk megszólítani ezt a szegmensét is egyébként a kézilabdának, és a Diásport Szövetséggel szeretnénk együttesen megvalósítani egy újabb nagy projektet, úgyhogy ebben fogunk a legközelebb részt venni. Harmadszor nyerte meg a Nyíredő Kupát az Ibrányi futballcsapat. Az MRS megyei igazgatóság által szervezett tornán az Újfehértó végzett a második helyen a Kemese és az Áhony előtt. Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon komoly hagyománya van, hogy a megyei igazgatóság teremtornát szervez téren a nagypályás felnőtt csapatok részére. Ugye Nyíredő Kupa néven 7-szer írtuk ki ezt a sorozatot, de előtte sokáig Homa Kupa volt, előtte még más névadó szponzorként szerepelt, úgyhogy több mint 2 évtizedre ennek már van egy hagyománya, a csapatok várják, szeretik, és azt hiszem, hogy remekül szolgálja a januári felkészülési időszakban a munkát. 2 fordulón keresztül juthattak ide a döntőbe, a 8-as döntőbe a csapatok. Milyen volt a visszajelzés a előselejtezők és a középdöntőkről? Elég jól sikerültek a selejtezők, illetve a középdöntők. Nagy meglepetések is voltak, például ugye Nyír Gyula, aki többszörös címvédő, sokszor megnyerte ezt a teremtornát, már rögtön az előselejtezőbe ugye elvérzett Nyírvátorba, de mondhatok itt más olyan remek kispályás csapatokat, akik végül nem jutottak el. Ugye például Gyulaháza a hazai pályán a középdöntőből nem tudta magát beverekedni a 8-as döntőbe, holott talán az elmúlt 6-7 évben mindig itt voltak közöttünk, és ez
színvonalas mérkőzéseket játszottak a csapatok. Most is, itt jelenleg a 8-as döntőben azért lement már 5-6 találkozó, bizony voltak azért döntetlen, illetve szoros mérkőzések is, és hát remélem, hogy ez az egész nap így lesz, és jó mérkőzéseket látnak a valóban szép számú közönség. Ezzel a nap, ez a vasárnapi nappal a műfővesedett pályás torna sorozat lezárul, viszont indult egy szabadtéri műfőves sorozat. Igen, tegnapi nap folyamán elindult a 8. alkalommal megrendezett, most már Szabolcs Foci Info nevet viselő műfőves torna. 4 helyszínen, Kisvárdány, Írbátorban, Tarpán, valami Nyíregyházán, 50 csapatot tudtunk fogadni, maximális létszámmal indulunk. 5 fős csoportokkal ott is mindenki játszik, mindenkivel, tehát 4 mérkőzése van. Mindenkinek nincsen helyezés, arra azért figyeltünk, hogy egyrészt területileg, tehát ne kelljen sokat utazni egy-egy csapatnak, valamint a területen belül ugye a jobb 5 csapatot egy csoportba tettük, a gyengébbeket szintén egy csoportba, hogy azonos, közel azonos tudású csapatok játszanak egymással, hiszen úgy gondoljuk, hogy a márciusi bajnoki rajtra, illetve ugye megye egybe a február végi bajnoki rajtra, ez szolgál a legjobban a felkészülést. Tart már az átigazolási időszak, milyen a mozgás? Egyelőre még nincs olyan nagy mozgás, egy-két nagyobb átigazolás volt, de konkrétan még egyelőre nem indult meg az a nagy út, ami esetleg az utolsó 2 hétben várható. Valószínűleg azért februárban egy picit nagyobb mozgás lesz, mint itt most január végén volt. Talán papírformának mondhat, hogy az Ibrány itt van a Nyíregyházi kupa döntőjében, de ettől függetlenül is hogyan sikerült eddig a felkészülés, sőt kezdjük azzal, hogy milyen játékos volt a téli időszakban. Felkészülésünk eddig jó úton halad. Igen, kicsit mondható, hogy papírformának mondható az, hogy itt vagyunk a teremtorna döntőjében, hiszen a csapatot jó kispályás játékosok alkotják. Maga a felkészülésünkben a 3. hetet tudtuk le, és ezzel a tornával a 3. hetet fejezzük be. A játékos mozgásban igen, már történt, ugye a korábban már tudni lehetett, hogy a Farkas Marci a Kemecsén folytatja, viszont már sikerült leigazolnunk a Varga Krisztián Balkányból, aki korábban ugye a Cigándor MB2-ben is futballozott. Mindenféleképpen erősítés jelent, és úgy néz ki, hogy a közeljövőben még fog csatlakozni hozzánk a Makai Pisti is. Az elmúlt hetekben lehet az, hogy az időjárás nem a legkegyesebb volt a szabadtéri sportokhoz, ti milyen körülmények között tudtatok készülni? Hál' Istennek, úgy gondolom jó körülmények között tudunk edzeni. Szibrányban van egy kis műfős pálya, ahol nagy részben a munkákat el tudjuk végezni, de viszont, hogy változatos legyen a programunk, így több különböző edzésforma is be van építve a felkészülésünkbe. Box edzésünk volt, spinning edzésre járunk, a héten úszó edzés volt, úgyhogy hiszen minden edzést egy kis műfőn végigcsinálni, azért kicsit monoton lenne és befásulnánk, illetve különböző edzőmérkőzésekkel készülünk. 4 hét múlva kezdjük a bajnokság, hogy néz ki addig a program? A jövő hét programja az úgy néz ki, hogy ahogy említettem is lesz egy spinning edzésünk, Hajdúböszörménnyel fogunk szerdán edzőmérkőzést játszani, szombaton Cigányra látogatunk, illetve mellette még lesz majd még 2 edzés. Ezen a tornán itt vagytok a döntőben, mi a cél? Úgy indultunk neki, hogy az mindenféleképpen elvárás volt, hogy a döntőre jussunk be. Ha már itt vagyunk, akkor viszont én úgy gondolom, hogy mivel egymás után 2 számát sikerült megnyerni, így bátran kimerem mondani, hogy szeretnénk most is megnyerni. A vasárnapi döntő 14 meccsén 61 gól született. Az 500 ezer forint összdíjazású tornán a győzelmet végül az Ibrány szerezte meg, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte az Újfehértót. A 3. hely a Kemecsi lett a Záhony előtt. A gólkirályi cím a 13 találatos Záhonyi Sárkány Gábor birtokába került, a legjobb kapusnak a Kemecsi Sánta Tibort, a legjobb játékosnak pedig az Ibrányi Somogyi Márkot választották meg a szakemberek. A legsportszerűbb csapat címet az Újfehértó kapta. A kormányhivatal csapatának győzelmével zárult a Szövetségkupa kispályás futballtorna. A 2. helyet az edzők együttese szerezte meg, a 3. helyen pedig a játékvezetők végeztek. Nagyon sportszerű keretek között zajlik az egész torna, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb része ennek a szövetségkupának, hogy akik egész évben a megyei labdarúgásért dolgoznak, sokszor ugye a szabadidőt, a családot háttérbe szorítva, illetve annak a rovására, azok egy ilyen rendezvényen egy jó hangulatú kispályás tornán játszanak egymással, a mérkőzések szüneteiben, amikor éppen nem ők játszanak, akkor sportbaráti kapcsolatokat ápolják, a végén pedig egy közös ebéddel szintén lezárjuk ezt a rendezvényt. Egyelőre sérülés még nem történt, ez a legfontosabb. Színvonalas mérkőzések vannak, 6 csapat részvételével örülünk neki, hogy a média válogatott is itt van újra, hiszen volt, amikor nem tudtak eljönni, de most megint itt vannak, illetve már 2 éve folyamatosan egy új együttes is részt vesz ezen, méghozzá a sportegyesületi elnökök csapata, a másik 4 állandó résztvevő pedig a játékvezetők, az igazgatóság, az edzők, illetve a kormányhivatal együttese is itt van. Legyen egy bajnokok ligája döntő, vagy pedig egy baráti futball egy lakótelepi dühöngőben, azért mindenki nyerni szeret. Itt is lehet azért érezni, hogy van egy kis presztízs jelleg a meccseknek? Természetesen. Hát aki guruló labda után szaladt, szerintem tényleg, ahogy említetted, akár 3 éves, hogyha már elmúlt, de főleg felnőtt emberek mindenféleképpen
gólt szeretnének rúgni, nyerni szeretnének, győzni szeretnének, de talán ennél fontosabb a sportszerűség, ami ezt a tornát körbelengi, de értelemszerűen mindenki elő szeretne végezni. Egyébként a torna érdekes és üres színfoltja, hogy idén először a három játékvezető közül kettő hölgy, úgyhogy itt a hölgyek is benne vannak a körforgásban. A átigazolási szezon derekán tartunk, lassan indulnak, két hét múlva indulnak, vagy pontosabban a megyei első osztály indul a megyei futballszezon. Milyen az élet most az igazgatóságon? Nyugodtan mondhatom, hogy nem unatkozunk, tehát most már tényleg ugye februárban beleléptünk, ilyenkor eleve már a tavaszi bajnokságok sorsolásaival ugyan elkészültek, de az ottani esetleges, ugye van a március 14-e, hiszen ne felejtsük, hogy a március 15-e miatt azon a nap ugye nem lehet bajnoki fordulót rendezni, tehát van egy olyan hétvégénk, amikor az összes meccset március 14-ére kellett tennünk, azért a versenybizottságnak ez is okozott munkát, valamint sajnos voltak visszalépő együttesek, illetve hát igen, a legtöbbször ilyenkor az átigazolási bizottságban van mozgás, hiszen az ottani kollégáknak azért ilyenkor mindig akad dolga. A több volt válogatott játékos felvonultató, debreceni laborcsapata végzett az első helyen az Újfehértó megrendezett öregfiúk labdarúgó tornán. A második helyet a nyíregyházi Vektigália, a harmadikat pedig a Fáraóbútor Eger csapata szerezte meg. 17 csapat sikerült összehoznunk, sajnos három visszamondt az utolsó pillanatban. Nemzetközi tornánk volt, Mező Petri Viktória, illetve egy másik erdélyi csapat tisztelt meg jelenlétével. Mivel földrajzilag közel vagyunk Hajdú-Bihar megyéhez, ezért sok csapat látogatott ilyen az Aqua General Hajdúszoboszlóról, illetve a debreceni labor csapata. Milyen színvonalú volt a torna, hiszen olyan futballisták léptek pályára, akik nagyon sokan szerepeltek korábban élvonalban, vagy akár a válogatottban is. Minden nagy képesség nélkül mutatom, hogy remek torna volt. A nézőket kérdező mindenki azt mondta, hogy ragyogóan szórakozott. Színvonalos mérkőzések voltak, talán egy vagy két mérkőzés volt, amikor 5 gólnál több volt a különbség. A többi mérkőzések 1-2 gólos különbségek voltak. Hogyan alakult a végeredmény? A torna végeredménye a Debrecen labor csapata nyerte meg. Hagyj mondjam, hogy tele volt debreceni nagy játékosokkal, Sándor Tamás, Sándor Csaba, Dombi Tibor, Madar Csaba, Igor Botonovics, aki a gólkirályi címet, illetve Kerekes Zsomborral. Második, szerintem meglepetés csapatként a nyíregyházi Vektigália végig kiegyensúlyozott, nagyon masszív játékot nyújtott. Harmadik pedig a névadó, a Fáraóbútor Eger csapata. Ezen a tornán kívül is volt itt jó néhány sportrendezvény a téli időszakban. Újfehértől most már gyakorlatilag vége a fedett pályaszezonnak, ha lehet így mondani. A következő szezon tekintve hasonló kínálatra lehet majd számítani? Igen, március 7-én a Majorett Fesztiválunk lesz, ami már, ha jól emlékszem, 8. alkalommal lesz, illetve a Kenguru Többek Sportegyesület, Táncegyesület is itt tartja a területi versenyét. A győztes debreceni csapat először vett részt ezen a 40 pluszos tornán itt Újfehértől. Ha csak az összeállítást nézzük, akkor talán azt lehet, hogy előre oda lehetett adni az aranyérmet, de azért gondolom meg kellett küzdeni ért a pályán. Most először szerepeltünk, nagyon szeretettel és jó kedvük jöttünk erre a tornára. Hát nyilván igen, nevek alapján lehetett úgy mondani, de nyilván első perctől kezdve utolsó meccsig kellett volna tenni azért, hogy itt legyünk, mert nyilván egy ilyen csapatok ellen minden egyes ellenfél próbálja jobban focizni, jobban teljesíteni, mint ami szokott, és így nehéz dolguk van, nem lehet amúgy elérni bárkit is, nyilván ahogy tettünk első meccstől kezdve, utolsó meccsig úgy csináltunk, hogy tényleg akartunk ezt a tornát megnyerni. Milyen színvonalú volt egyébként a torna, hogy láttad? Szerintem egy teljesen jó színvonalú torna volt, sok jó játékos volt, sok jó csapat volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy Janinek meg Zalinak lesz kedve ezt folytatni, mert szerintem sok profi, meg fiatal torna között egy ilyen öreg foci, jó színvonalú torna mindig kellene. Gyakorlatilag most válaszan vége a téli teremtorna szezonnak. Ti ezzel a csapattal mennyi rendezvényen voltatok az elmúlt hetekben? Mivel ez úgy mondjuk öreg foci csapatról van szó, mindig hívnak minket különböző helyekre, úgyhogy szoktunk járni, meg szerintem fogunk is. Most igen, benti tornák, mert benti programok vége vannak, nyilván megyünk ki, aztán debreceni bajnokságon kívül ilyen különböző gálamérkőzéseken fogunk venni részt, mert meg mindig úgy mondjuk jó kedvű emberek, meg mindig kíváncsi ránk, és akkor mi szeretettel nyilván megyünk bárhova.
Te lettél a torna gól királya, nem lehet elfelejteni a góllövést? Hát, én mindig mondom, amikor ide kerültem Debrecenbe, ezekkel a fiúkok közt nagyon könnyű volt focizni, mert tényleg most nem nagy képen, de mindenki tud focizni, játszani. Mindenki tudja, hogy mi a feladat is, amikor ez még mindig vagyunk és teszünk a pályán, akkor ez úgy jön ki, hogy egyik ember mindig kiugró teljesítményt tud nyújtani. Nekem szerencsé volt, hogy mai napon ez én voltam, de nyilván, ha nincsenek itt a fiúk velem, akkor biztos, hogy nehéz lett volna, vagy nem is lett volna. Úgyhogy nekik köszönöm a mai teljesítmény is, ezáltal azt, amit én elértem. Nem csak Debrecen, hanem Nyíregyházán és Valkában is szerettek. A szurkolók biztos kíváncsiak rá, hogy mit csinálsz, amikor nem kispályázol. Nyilván ez a kispálya mellett van. Gondolom már mindenki lassan tudja, hogy Debrecen MB1-es felnőtt csapatnak a pályaedző vagyok, Vitelki Zoli mellett. Szó szerint pályaedző, mert most csinálom az edzéseket, meg vezetem az égiszt, úgy most nagyon jól érzem magam, és legfő programom vagy időm eletelik, hogy MB1-es Loki legyen újra, mint a régi. 6 sportágat próbálhattak ki fogyatékkal élő fiatalok a Magyar Parasport napján Nyíregyházán. A Bárcsiban megrendezett sportnapon több mint 100-an vettek részt. Ez kiemelten fontos, úgy gondoljuk, és ez egy különleges nap egyébként, ugye a Parasport napja. Azt hiszem, hogy ez sokkal többet mond annál, mint amennyit maga a szó átad nekünk, hiszen ilyenkor valóban lehet találkozni azokkal a sportágakkal is, amelyben Magyarországon nagyon komoly sikereket értek el a sportolók, akik szintén példaképpé váltak ezáltal, és ők példaképek nem csak a parasportolóknak, nem csak a fogyatékkal élőknek, hanem az év sportolóknak is. És hát a Magyar Parasport napja pedig pontosan arra ad lehetőséget, amit itt a Bárci iskolában is láthatunk, hogy az év gyerekek megkóstolhatják, megpróbálhatják azokat a sportágakat, amelyeket a parasportolók űznek, és emellett azért maga a sport élmény mellett az együtt élésnek, az egymás mellett élésnek, az egymással való foglalkozásnak és az egymás elfogadásának azt hiszem egy nagyon komoly érzékenyítő tevékenységét is láthatjuk, amely azt hiszem, hogy a hétköznapokban mindenképpen szükséges az év gyerekek számára, hogy el tudják fogadni azt, hogy fogyatékkal élők is vannak a világon, és bizony velük nem csak, hogy együtt kell élnünk, hanem segítenünk el őket, és ez természetesen viszont is igaz, a fogyatékkal élők is tudnak segíteni az év gyerekeknek és az év felnőtteknek is, tehát ez üzenet mindenképpen azt hiszem a társadalom számára is. A megye diák sportolói nagyon szép eredményeket érnek el évről évre a diákolimpiai versenyeken, talán kevesebb figyelem és fény jut a fogyatékkal élőkre, viszont ők is ott vannak a diákolimpiai sorozatban, és ők is ott vannak az országos döntőkben, a megye képviseletében. Igen, és nagyon komoly eredményeket érnek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fogyatékkal élő sportolók, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Igyekszünk hangsúlyt fektetni arra, hogy például ugye a díjkiosztó ünnepségünkön mindig díjazzuk a fogyatékkal élő sportolókat is, akik jó tanuló, jó sportoló elismeréseket is kapnak. Ezzel is egyrészt az együttélést és az egymás mellett élést és az érzékenyítést kívánjuk mi is segíteni. És hát nagyon büszkék vagyunk arra a teljesítményre, amit ők nyújtanak évről évre. Bízunk benne, hogy azért amellett, hogy a diáksportban valóban tudunk eredményeket elérni, abban is tudunk majd eredményeket elérni, hogy mind a fogyatékkal élő, mind pedig az év sportolók komolyabban és sokkal közelebb tudjanak egymáshoz kerülni a mindennapi életben is. Az ülőröplabda bemutató előtt tartottál egy rövid élmény beszámolót a gyerekeknek. Mi az, amit tanácsolna nekik, mi az, amiért kezdjenek el sportolni, hiszen azt mondtad, hogy mindenképpen mozogjanak, sportoljanak valamit. Elsősorban a mozgás, a csapatjáték, az egység, megtanulja az ember a kitartást ebben a sportban is, és hát maga a játék szeretet az, ami a legfontosabb, hogy élvezze is az ember igazán azt, amit csinál. Te mit köszönhetsz annak, hogy elkezdtél ülőröplabdázni? Elsősorban azt köszönhetem, hogy a fizikai erőnlétem, az egészségem sok mindenben segített benne, illetve nehézségek, problémák legyőzésében is kitartást ad. Ad egy megfelelő tartást az embernek, ami alapján tudja kezelni a dolgokat, és előre mutat, mindenképp előre mutat. Valamikor a Pilemon eser évén ülőröplabdában Nyíregyház egyeduralkodó volt az országban, most milyen szinten van ez a sportág a városban? Most úgy vagyunk, hogy nagyon sokan abba hagyták ezt a sportot, és próbáljuk életben tartani, illetve próbálnánk segíteni a válogatottnak abban, hogy a fiatalok, akik most vannak, egyáltalán rászokatni őket a játék szeretetére, az, hogy ne csak akkor csinálják, amikor mi ott vagyunk, hanem vigyék tovább ezt az egész vonalat, mert hisz erre van szüksége, teljes megújulásra, illetve fiatal utánpótlásra, akik szeretnek játszani.
Izraelből érkezett vendég tartott előadást a Váda Labdarúgó Akadémia szakemberei számára. Az elmúlt hetek az építkezés jegyében teltek a kiemelt akadémián. Az elmúlt két hónapot hatalmas munkával töltöttük, és a különböző osztályainknak a munkatársait kellett megtalálnunk. Én úgy érzem, hogy mind a szakmai vonalon, amelyet a Szentes Lázár irányít, mint pedig az élettani vonalon, amelyen a Somodi Laci van, nagyot léptünk előre, és a SCOUT területünkön is, a játék és megfigyelői területen is egy olyan széles bázis sikerült kialakítanunk, amely már a nemzetközi futball irányait mutatja. Ezen kívül a nemzetközi kapcsolattartás tekintetében új igazgatót hoztunk a Hegedűs Tamás személyében. Az ő feladata egyértelműen az, hogy megismertesse a klubunkat határainkon túl is, és mind a utánpótláson, mind a felnőtt vonalon olyan szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervezzen, amelyből a klubunk profitálhat, és természetesen olyan szakmai fórumokat külföldön, ahova a különböző osztályainknak a munkatársai kimennek, tanulnak, ottan információhoz jutnak. Ennek keretén belül már mai nap egy remélem tartalmas konferenciát fogunk kollégáknak tudni előadni, ugyanis Izraelből egy korábbi szövetségi kapitány, Matkabi Netanyahunak a szakmai igazgatója, akadémiai igazgatója teszi tiszteletét nálunk, és az ottani képzési módszerről, illetve több országon szerzett tapasztalatán keresztül az újdonságokkal szeretné felhívni a figyelmét magára, illetve az akadémiájukra, és olyan érdekes dolgokat láttunk és hallottunk tőlük az előzetes megbeszélés során, amelyet mindenképpen meg kell osszunk a munkatársainkkal, és remélem, hogy olyan segítségünk lesz, amelyel a mi fiataljaink nagyobb fejlődésen fognak tudni keresztül menni. Mindenütt, ahol komolyan foglalkoznak a futballal, rengeteg energiát fordítanak a utánpótlás nevelése fiatal futballisták képzésére. Izraelben ezen a téren mi a helyzet? Israel Football Federation spend a lot of money and everything. Természetesen a szövetség nagyon sok segítséget megad az utánpótlás képzésben. Itt felszeretném sorolni, hogy az U5-ös korosztálytól már 4-4-be játszanak, és amikor elérnek, természetesen az U13-as korosztályban játszanak nagypályán. Az első osztályú csapatoknak, akik az első osztályban játszanak, mind a 7-8 korosztályukat magas szinten kell versenyeztetniük mindegyik csapatnak, és természetesen itt már bejönnek azok az akadémiák, amelyek kollégiumban laknak, együtt járnak iskolában, két edzésük van egy nap. A nemzeti utánpótlás válogatottak is nagyon sikeresek voltak az elmúlt időkben. U17-es csapatunk 8-szor jutott ki Európa-bajnoki top selejtezőkre, ugyanígy az U19-es csapatunk, az U23-as csapatunk, a legutóbbi 4 ilyen nemzetközi verseny is kijutott. Természetesen ezeknek az utánpótlás nemzeti válogatott csapatoknak maximálisan próbálnak minden olyan segítséget megadni, hogy fejlődjenek. 10 játékos játszik nagyobb top ligákban, amely játékosok adják a válogatott gerincét. Most selejtezőt játszunk hasonlóan Magyarországhoz, Skóciában fognak pályára lépni, és utána pedig a szerb mérkőzés győztesével fognak. Ami problémás nekünk, az az infrastruktúrának a helyzete, de abban is a szövetség próbál minden segítséget megadni, és nagyon nagy változások vannak abban is. Milyen emlékei, élményei vannak a magyar futballal kapcsolatban? One question about the football players. I know the football players who came to Israel like Pishont. Nagyon sok híres játékos játszott Izraelben, Pishont, Hama, Sallai, sok örömet okoztak az ottani szurkolóknak, nagyon sok kupát nyertek a csapataiknak, mivel nagyon sokáig voltam az izraeli nemzeti utánpótlás válogatottnak az edzője, nagyon-nagyon sok mérkőzés játszottunk az U17, U19, U23-as magyar válogatott ellen. Már akkor is láttuk, hogy egyénileg nagyon-nagyon ügyesek a magyar játékosok. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi szinten még kiemelkedőbb is lehetne. Nem ismerem az itteni helyzetet és milyen problémákkal voltak. Én azt tudom elmondani, hogy nagyon jó egyéni játékosokat látott. Lehet, hogy csapatba kellene még jobban egy kicsikét összejönni ezeknek a nemzeti válogatottaknak. But I think they have very good individual players. And the problem is to make the team, you know, that's the big work of the coach to make the team.